Aki már rutinos tábla felhasználó, ő tudhatja, hogy az interaktív táblák kezelnek úgynevezett rétegeket. A rétegek lényege tulajdonképpen annyi, hogy egyik objektum eltakarja a másikat, tehát gyakorlatilag, ahogy most látható a kék négyszög, eltakarja a piros kört. Akárhogy mozgatom, akárhogy tologatom, ez, ezek mindig takarásba lesznek egymással. A legtöbb interaktív tábla szoftverben ö, csak annyit lehet tenni, hogy ezeknek az objektumoknak a sorrendjét megváltoztatom. Az Interwrite Workspace viszont lehetővé teszi, hogy úgynevezett dedikált rétegeket hozzunk létre. Egy rétegen belül ugyanúgy van sorrendje az objektumoknak, viszont a rétegeket én ki- és be tudom kapcsolni, illetve különböző funkciókkal és különböző tartalmakkal láthatom el. Nézzünk egy egyszerű példát. Valami kis matematika, egyszerű. Első körben én leírok néhány példát. Például 3 plusz 3 egyenlő, vagy éppen 2 mínusz 1 egyenlő, és mondjuk 5 plusz 2 egyenlő valamivel. Ez az egyes számú réteg. Minden egyes dia egy alapértelmezett réteget létrehoz a Workspace szoftver. Nos, látható itt a bal alsó sarokban, hogy ez az egyes számú réteg, ez tulajdonképpen a feladat rétege. Ha én megnyomom a plusz jelet, akkor egy újabb réteg kerül az előző fölé, ami nem takarja el a tartalmat, csak tulajdonképpen, mint az írásvetítők esetében, ez egy újabb írásvetítő fólia. Erre például leírom a megoldásokat: 3 plusz 3 az 6, 2 mínusz 1 az 1, 5 plusz 2 egyenlő 7. Elég kicsi, de talán látszódik is, hogy ezen a rétegen csak az eredmények jelennek meg. Na most, ehhez a számításhoz például jó lenne, hogyha lenne néhány illusztráció is, így például néhány alma. Tehát rákattintok a plusz férre, van ismét egy új rétegem, pecsételőeszköz, és gyorsan pecsételek néhány almát, amivel aztán fogunk tudni dolgozni és számolni. El szeretném tüntetni az illusztrációt, illetve a segédletet, amivel dolgozunk, vagyis az almákat, tehát kikapcsolhatom ezt a réteget, és egyben kikapcsolhatom a megoldások réteget is. Ebben az esetben beszürkülnek ezek a rétegek, és amit én láttok, az tulajdonképpen nem más, mint a feladat. Akár össze is csukhatom ilyen picire az ablakot, hogy ne lássák a gyerekek, hogy itt több réteg van. A feladat megoldása többféleképpen történhet. Például kihívok egy gyermeket, és megkérem őt, hogy valamilyen más színnel írja le a megoldást, hogy véleménye szerint mi lehet a jó megoldás, vagy ha éppen kicsit nehezebben megy a számolás, akkor először dönthetek úgy, hogy gyakorlunk, és megpróbáljuk kiszámolni, hogy vajon mi lehet a helyes megoldás. Ehhez viszont szükség van az almákra. Éppen ezért én nem a megoldás réteget kapcsolom be, hanem az almákat, magyarul az illusztrációs réteget. És a tábla szoftverrel szépen egymás mellé pakolok három almát, majd ismét három almát, és összeadjuk. Remélhetőleg akkor a gyermekek is rájönnek, hogy ez a hat lesz majd. Be is írhatjuk, vagy egyszerűen csak a megoldások réteget bekapcsolva ellenőrizhetjük, hogy tényleg jó megoldást találtunk-e például erre is használható az interaktív tábla, illetve a workspace szoftvernek a rétegek funkciója. Hat réteget lehet hozzáadni, vagy éppen el is vehetek rétegeket a mínuszjára kattintva. Hogyha a rétegeket szeretném kicsit könnyebben kezelhetővé tenni, akkor át is nevezhetem őket. Tehát például az egyes számú réteget, ami most itt a feladatot tartalmazza, erre az ikonra kattintva, rákattintva át is nevezhetem. Ő lesz így a feladat Névre hallgató réteg, és ezt megtehetem bármelyik plusz réteggel. De néhány példa még, csak így elméletben felvetve mondjuk egy történelmi térkép, amire különböző jegyzeteket helyezünk el. Tehát például hol húzódtak a frontvonalak egy adott évben, a következő hónapban, rákövetkező hónapban, és a különböző hónap állásait tulajdonképpen én különböző rétegekre helyezem el. Ezeket a rétegeket én külön-külön kikapcsolhatom, bekapcsolhatom, tehát az állásokat, az egyes pozíciókat akár össze is hasonlíthatjuk, vagy külön-külön is meg tudjuk őket jeleníteni.